Most nem lehet. Picit megkéstünk be, de nagy szeretettel köszöntök szépen mindenkit. Arra kérlek majd titeket egy előjáróban, hogy nagyon sok pici gyerek jött, és a szülőket arra kérem szépen majd, hogyha van rá mód, akkor próbálják a gyerekek figyelmét fönntartani, vagy hogyha nagy a gyűzsi, akkor inkább vigyék ki. Jó, köszi szépen! Olás Zsolti vagyok, aki még nem ismer. Én nem ismerem. Nem találkoztam talán pár emberre. Ami miatt igazából itt vagyunk, az Nagy Gusztáv, akit még nem ismertek, majd a ma este folyamán fogtok bővebben egy kicsit. Még egyszer nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jó, átadom a szót Szerámnak, őt is már ismeritek, és megkérjük, hogy bevezessük ezt. Köszönöm szépen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy ilyen sokan egybejöttünk. Igazából ami nagyon jó hír számunkra, hogy beadtunk egy pályázatot tavaly, literatúra szaponeszke irodalmat mindenkinek címmel, és ez egy nyertes pályázat lett, aminek köszönhetően 5 alkalommal fogunk itt úgy tudni találkozni, hogy egy-egy jeles kortárs cigány költőt hívtunk meg, illetve 6. alkalommal egy közös múzeum látogatást tervezünk a múzeumok éjszakájába. És igen sok szenvedésen mentünk keresztül, de látjátok, amit látjátok, még vagyunk. Azért mondom ezt, mert nagyon sok nép eltűnt egyébként. Ugye éltek itt Magyarországon, hunok, azok már nincsenek. Tehát azt akarom mondani, hogy igen erős talpon állunk, még a mai napig is, hál' Istennek. De ennek az a lényege, hogy van valami, ami összetart minket, mégpedig lehet azt mondani, hogy a tradíciók. Igen, csak baj van egy kicsit most már a tradíciókkal, egyre kevesebbet tartunk be a szokásokból, a hagyományokból, ami meg is látszódik azért rajtunk, hogy egy kicsit szél is húzunk ez miatt, hogy elvesztettük a szokásainkat most már, és főleg, ami a legnagyobb összehúzó erő, összetartó erő, a nyelv. Most már
ott sem beszélik igazából a nyelvet sajnos, ahol a szülők is beszélik. A gyerek már nem beszéli szinte. Nagyon ritka az a család, ahol a gyerek beszéli a nyelvet. Valójában ennek az a lényege, hogy amikor közösségben éltünk, cigánytelepeken, főleg, akkor ugye ott kialakult egy közösség, és ott na, mindenkinek szinte beszélnie kellett a nyelvet. Én emlékszem olyan időszakokra, hogy be se tehettem a lábamat egy családhoz gyerekként, ha nem köszöntem cigányul, és ott ha nem adtam meg előkelően a tiszteletet az idősebbeknek. Ez egy fontos szabály volt, és azt gondolom, ezen kívül még sokat lehetne a szokásokról, hagyományokról beszélni, de térjünk vissza inkább oda, hogy hogyan kerültünk ide, Európába, illetve Magyarországra a nyelv miatt tudtak utána nézni igazából, mert nagyon hasonlít a nyelvünk, amit ma is beszélünk, az indiai nyelvjárásra, de ott ugye nagyon sok nyelvjárás van ám Indiában, és éppen erről volt szó nemrégiben egy olvasmányban, hogy élt 17. század vége körül egy Váji István nevezetű pap, növendék, aki elment Indiába lelkésznek, illetve ott tanult a teológiát, és akkor jött rá ez a Váji István, hogy érdekes módon azokkal a fiatalokkal, akikkel együtt járt iskolába, azok, amikor beszéltek, hasonlított a győri cigány nyelvre. Mert hogy ő ismert a győri cigányokat, barátságba volt, természetesen általában barátságba mindenkivel, és akkor ott döbbent rá, hogy milyen sok hasonlóság van a cigány nyelv és a indiai barátok közötti beszélgetés között, és amikor hazajött egy napon szabadságra, elment a cigányokhoz, előtte összeírt vagy 1000 szót, és akkor ott egyeztetett, és valójában ilyen 50-60-70%-ban ugyanaz az a jelentése volt azoknak a szavaknak, amit ő lejátszott. Na, csak így röviden akarok erről beszélni, hogy innen aztán elindult majd később, voltak kitűnő néprajzkutatók, és utána jártak. Persze ez nem egyik napról a másikra, hogy végül most már úgy tűnik, hogy valójában tényleg Indiából jöttünk el. Hogy miért, ezt igazából a mai nap sem tudják megmondani, csak feltételezik, hogy vagy nagyon nagy szegénység miatt, vagy háború miatt jöttünk el. Tehát igazából erre még nem tettünk pontot a végére, nem tudjuk, hogy miért jöttünk el. A lényeg az, hogy nagyon nagy utat jártunk be, éltünk Perzsiában is, aztán eljutottunk Perzsiából, ugye tudjuk, hogy Perzsia az az arab ország, ott sokat időztünk, aztán elkerültünk onnan Törökországba, majd Moldova területére, majd Görögországban is egy csomó ideig ott voltunk. Ezt is bizonyítja a nyelv, hogy nagyon sok közös nyelv, közös szó van egy-egy országból, ami bekerült a nyelvezetünkben. Magyarországra a 15. században értünk. Ez azt jelenti, hogy 1400 évek elején, tehát 1400 pontosabban egy feljegyzést van róla, hogy 1416-ban értünk Magyarországra, és át hogy mondjam nektek, hogy igen, érdekes volt a fogadtatásunk, mert az akkori király Zsigmond uralkodott, és Zsigmond adott nekünk olyan mellevelet, hogy betehettük ide a lábunkat. Vagyis az derült ki, hogy minden maluba vagy községben igazából csak azt a cigány ember családot tűrték el, akinek valamilyen foglalkozása
volt, és valamilyen hasznot hajtott a falunak vagy a városnak. És ugye amikor az történt, én a dokumentumok után mondom, tehát nem én találtam ki, amikor az történt, hogy már látták, hogy egy kicsit több a kelletnél a cigányság, akkor elkezdődött a probléma. Elmondjak egy kis verset nektek? Igen! Na, rendben van. Mondhatom? De ez nem gyerekvers, nem baj? Rendben. Akkor figyeljetek! Nyis ajtót, az a cím a versemnek, aztán folytatom majd tovább. Nyis ajtót, ha kopogok. Ne félj a gyulladásos pulkamtól. Megkaptam minden szérumot a sorstól, hogy szóljak, lássak, eszméljek. Nem úgy, mint hajdan Mária Terézia düllőin, amikor a magunk üllőjén kalapálták meg halálunkat, vagy ha nem, metszették nyelvünket, mert nem volt édes, mint az arisztokrata kényes magyarja. Nyis ajtót, ha kopogok, már nem szorongok itt, a küszöbödön, Európa anya. Ennyi volt a versem. Muszi, felolvastunk egy cigány verset. Kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki nagyjából érti, hogy miről van szó. Aztán megkérdezik, hogy azt gondoljuk el a verset, amit a költő is gondolt volna. Najmancsi dard, hajcsi dé, najmancsi fem, hajcsi dé. Čišeran, čišaradi, čičubi, čikamadi. Tito dneska čichalo, čiceda, haj čičalo. Ure bižbež bari moj, ure bižbež pikindoj. Te na druhuj kanikas, od ben peres šolovas. Uženi ve sa pagal, te trubuj vi udara. Lenta jo prekecima, ane pungro panaman, čar barol miri maski, ure šukar i leski. És a D... És itt mit van? Nincsen apám, sem anyám. Itt hogy van ez a vers? Kicsen, kicsen, jó! Nem ismerem! Opa, kapnasztál! Se Istenem, se hazám! József, Attila! Helyes! A 13. a szerda van, és Nagy Gusztáv, akit itt köszönhetünk körünkben. Egy hét múlva, csendet kérek szépen, egy hét múlva jövő szerdán, tehát Sárközi László lesz a vendégünk, ez egy hét múlva lesz. Március 20-án Dudás Mihály Károly, április 10-én Orsós Imre, és május 22-én Ruvafajkas Pál, a mozgalmak éjszakáján pedig június 23-án lesz.